Mindenki kész? Igenis, kapitány! Hangosabban? Igenis, kapitány! Retro zenével és Spongya Bobbal indult a Sportolkoz negyedszer sportosan szórakoztató vetélkedő. A Győri Városi Diák Fórum idén is az önkormányzat támogatásával rendezte meg a középiskolásoknak szóló eseményt. Azt határoztuk meg 2014-ben, hogy fontos a fiatalok bevonása a közéletbe és együttműködés az önkormányzattal. Azt gondolom, hogy ez jól működik, ez a rendezvény is szimbolizálja, hiszen számtalan hasonló rendezvényünk volt, és elvárás volt az is, hogy minél többen vegyenek részt ebben. Külön örülök annak, hogy vidékről és érkeztek csapatok, úgyhogy az év folyamán, hogyha hasonló vetélkedők, sportolási lehetőségek lesznek, számítunk mindenkire. Azt kívánom, hogy érezzétek jól magatokat ezen a mai napon, hiszen egyrészt sportolás, másrészt gondolkodás, úgyhogy sportolkozzatok jól, sok sikert kívánok mindenkinek a mai napra, a rendezvényt megnyitom. Idén összesen 19 csapat jelentkezett a megmérettetésre, a szervezők nagy örömére 5 vidéki, tatai, csornai, egri, komáromi és székesfehérvári diákok lelkes csapata is csatlakozott a rendezvényhez. Vörös Olivér, a VDF elnöke köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki valamilyen formában segítette a rendezvény lebonyolítását. Szeretném megköszönni elsősorban Leskovics György igazgató úrnak a helyszín biztosítását, Radnóti Ákos alpolgármester úrnak, hogy ekkora mértékben támogatott minket, és mindig ott volt a hátunk mögött, amikor esetlegesen kellett valami. És nektek, hogy itt vagytok, és nélkületek ez a rendezvény nem lenne megvalósítható. Szóval hatalmas pacsi mindenkinek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Remélem, nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Az elnök felhívta a figyelmet arra is, ha bár versenyről van szó, a fair play szelleme járja át a napot. A Bronzis Tánciskola idén is részt vett vendégállomásként, és mivel sportversenyről van szó, a bemelegítés sem maradhatott el. A tánciskolán kívül több külsős vendégállomás segítette a résztvevők munkáját, a Győri Katasztrófavédelem, a Híd Ifjúsági Iroda, az Új Nemzedék és a Leo Klub, utóbbi csörgőlabda játékra hívta a csapatokat. A rendezvény egészen estig tartott, amikor kiderült, hogy idén kinyerte a Sportolkoz vetélkedőt, és jövőre kiadhat helyszínt az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő rendezvénynek.